Üdvözlök mindenkit, én vagyok Necrocrim. Igen, létezik egy arc a hang mögött, amit jó néhányan évek óta hallgattok, és kérdeztétek is az évek alatt, hogy lesz-e valamiféle videovlog, meg fogom-e mutatni az arcom, mikor mutatom meg az arcom, és ezelőtt 4 vagy 5 hónappal, már nem is számolom, megígértem még Londonban, hogy meg fogom mutatni az arcom a napokban. Na most a napokból hónapok lettek, úgyhogy végre eljött ez a pillanat, hogy megmutassam az arcom, illetve hogy bemutatkozzunk formálisan, vagyis bemutatkozzak arcálisan. Úgyhogy sziasztok, én vagyok, nekem van igen az a nagyon sűrű szemöldököm. Kérdezhetitek, hogy miért nem mutattam meg eddig az arcom, hiszen már mindenki ezt csinálja, és tele van a YouTube már ezzel, hogy mindenki, minden gamer megmutatja az arcát. És mondhatom, hogy igazatok is van. És azt kell mondjam, különösebb okom nem volt arra, hogy nem mutassam meg az arcom. Szerettem volna talán hozzátársítani valamiféle különlegesebb alkalomhoz, számomra különlegesebb alkalomhoz, valamit, amit én jól érzem magam, vagy egy jó dologhoz társítani ezt az egész dolgot. És most eljött ez a pillanat, ugye jelenleg a görög tengerparton vagyok. Aki nem tudja, vagy lemaradt a videók során, ugye egy Európa körül utazgatok. Elindultunk Londonba Necronével, és Párizstól kezdve, tehát Hollandia, Dánia, meg Svédország, Magyarországon már jártunk, Erdély, és most Görögországban kötöttünk ki, és így mentünk körbe, mint a mérgezett tegerek Európában, és ez egy olyan pillanat, azt hiszem, amiről gamerként érdemes megemlékezni, mert ugye miről szól a gamer lét, azért nagyjából és nagyon sokat tudunk ott ülni a számítógép előtt, és ez meghatározó része az életünknek, és azt hiszem, hogy a mai században, tehát a 21. században ezzel már úgy különösebben semmi probléma nincs. Régen ugye az emberek csodálkoztak, hogy ezt miért teszi egy gamer, hogy miért ül ennyit a gép előtt, és de manapság azt hiszem már ez egy ilyen természetes dologgá vált. Mégis azt mondom, hogy érdemes kimozdulni néha napján és világot látni ebből a szempontból, úgyhogy én kimozdultam egy 4-5 hónapra jelenleg, és utazgatok körbe, úgyhogy most itt vagyok a görög tengerparton, minden nagyon csodálatos, nagyon szép, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy tényleg jó alkalom lesz arra, hogy beszéljünk egy kicsit a csatorna jövőjéről, és egyrészt arra, hogy megköszönjem nektek a türelmeteket, hogy eddig kitartottatok a videók mellett, és hogy elhittétek, hogy egyszer meg fogom mutatni az arcom, és hogy egyáltalán követtek és szeretitek a munkásságomat. Ami a csatorna jövőjét illeti, és beszélgessünk egy kicsit erről a dologról, hogy megmutatni az arcomat, vagy hogy fog ez kinézni a jövőbeli videókon. Azt hiszem, úgy fogom csinálni, hogy egyes videóknál valószínűleg ott lesz az arcom, mert hogy lehet, hogy úgy jobban van értelme az egésznek, hogyha látjátok az arckifejezéseket vagy a reakciókat. Egyes videóknál meg úgy érzem, hogy teljesen fölösleges, mert úgy jók, ahogy voltak, és nem érzem úgy, hogy a csatorna irányát el kellene mozdítanom egy olyan dolog felé, ahol folyamatosan állandóan kint van az arcom, és úgy beszélek. Nos, a videovlogok azok valószínűleg nem lesznek. Már amennyiben lesz beszélni valóm, lesznek, de a jövőben tervezek egy afféle más videósorozatot. Nem akarok nagyon erről elárulni semmit, de mindenképp meg fogjátok tudni időben, hogy miről van szó, és akkor lehetséges, hogy a teljes mértékben én fogok csak beszélni a dolgokról. Nos, ami a játékokat illeti, de rohadt meleg van ebben a Görögországban, ami a játékokat illeti, valószínűleg, illetve nem valószínűleg, hanem lesz Battlefield 1 a csatornán, Warframe az nem fog elmaradni, elképesztő, hogy mennyire megszerettem ezt a játékot, és tudom, hogy a shooter világot és azon embereket, akik a shooterek miatt nézték a videómat, egy kicsit cserben hagytam ezzel, magam sem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú távra köt le a Warframe, és valóban még mindig leköt, tehát félreértés ne essék, tetszik a játék, nagyon jó, de egy bizonyos szempontból szeretnék egy kicsit visszahúzódni a shooterek irányába is, és mondjuk úgy a kettővel foglalkozni.
nem ígérek semmit, de ugye szeretném kicsit sűrűbbre venni a videókat, mondjuk naponta feltölteni valamit, vagy napjába kétszer. Ez természetesen rengeteg időt elvesz, de szeretném, hogyha egy kicsit aktívabbá tenni videók terén a csatornát, hogy egyrészt nagyobb közönség legyünk, és közösség legyünk. És a közösségről rátérve, ugye a TNA az még mindig él és életben vagyunk, mondjuk úgy, és tényleg az egyik legnagyobb közösség vagyunk Magyarországon, mondjuk így. És ugye Warframe-től Battlefield-en streamen keresztül, tehát úgy már mindenhol ott vagyunk és jelen vagyunk. És sokan kérdezitek, konzolosok, hogy mi a helyzet TNA-val konzolon, ugye, hogy létezik-e, van-e. PS4-en létezik, vannak videók alatt, mindig megtaláljátok a leírásban, hogy kit kell bejelölni PS4-be. Xbox-szal úgy vagyunk, hogy aki szeretne TNA-s lenni Xboxon, akkor nyugodtan tegye oda a neve elé, hogy TNA, és akkor egyelőre Xboxon úgy létezik, hogy úgy vagyunk. De már jöttek pletykák, hogy ott is egymásba futott két TNA-s, és a többi, és a többi. Úgyhogy növekszünk szépen, és egy nagyon jó közösséget alkotunk már gyakorlatilag 4-5 éve, hogy ez már fönnáll. Nos, srácok, nem nagyon tudok mit mondani még ehhez a dologhoz. Igen, én vagyok, így nézek ki. Nehéz is beszélni kamerába. Azért mikrofonnál megvan az a kis anonimitás, és én is felszabadultamba beszélek. Még akkor is, ha úgy látjátok, hogy most egész folyamatosan beszélek, nem hiszitek el, hogy dobog a szívem ezerrel, úgyhogy el is fogok köszönni, mert már rohadtul beszeretnék menni fürödni egyet a tengerbe, mert rohadtul meleg van ebben az országban, és mint mondtam, azért ha tetszik a munkásságom, akkor nyugodtan maradjatok a csatornán, és együtt fejlődünk, és visszük előre a TNA-t, a közösségünket. Ja, és egy fontos dolog, amit szeretnék tőletek kérni, bármilyen konkrét, mert sokan úgy vagytok vele, hogy csinálsz videót erről, csinálsz videót arról, csinálsz videót amarról, de az amarról az, hogy csinálsz egy videót a Battlefieldről, csinálsz egy videót a Call of Duty-ről, csinálsz egy videót a Warframe-ről, nagyon szívesen csinálok videókat, az egy dolog. Viszont nagyon jó ötleteket szoktatok néha adni, de konkrét ötleteket hallottok. Tehát ha például most Battlefieldről csinálnál egy videót, kérlek arról, hogy hogy kell megfogni a fegyvert konkrétan. Most mondtam egy példát, szóval ez lenne a lényeg. Hogyha adtok egy ötletet, nagyon szívesen fogadom, de kérlek egy olyan, konkretizáljátok egy olyan dologra, amire ti igazán kíváncsiak vagytok, és akkor abban lehetséges, hogy meg fogom tudni valósítani. Természetesen abban a kategóriában, amivel én is játszom, amiről a csatornám szól. No, most már tényleg elmegyek egyet fürödni, mert rohadt meleg van. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!